Megjelent az öntözési célú fejlesztésekhez többletforrást biztosító kormányhatározat. Ennek köszönhetően megkezdődhetnek az infrastrukturális és az eszközfejlesztések, illetve megoldódhatnak a humán erőforrás hiánnyal kapcsolatos problémák. Ez a lehetőség kiemelten fontos a Szabolcs megyei gazdáknak, mondta el televíziónknak Rácz Imre, a Nemzeti Agrárkamara Szabolcs megyei elnöke. Közel 35 milliárdos forrás lehetőség van az öntöző telepeknek, öntöző csatornáknak a rendbetételére, ugyanis az első az lenne, hogy eljutna valamilyen úton, módon a víz a gazdák földterületeihez, akik élni szeretnének ezzel a lehetőséggel. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében a felszín alatti víztestek sok helyen gyenge, vagy jónál rosszabb minősítésűek, ezért a gazdálkodók egyre kevesebb része tudja a földjein az öntözést biztosítani. Ez a jelenlegi fejlesztés lehetőséget biztosítana a termelőknek az öntözés kiépítésére és fejlesztésére. A gazdák részéről pedig nyilván, ha már addig eljutnának, hogy megközelíthető közelségbe kerül a víznek a kivétele, akkor nyilván az egy pályázati lehetőséggel élve élnének ezzel a lehetőséggel, és akár meg is duplázhatnánk azt a öntözött területeknek a mennyiségét, amivel most rendelkezünk, itt 80 ezer hektárt öntözünk, még az sem biztos, hogy annyit. Hát ez Románia például 1 millió hektárra akarja felfejleszteni, úgyhogy van nekünk is a országon belül is, vagy a környezetünk köz, akik versenybe kellene szállni, mit bepótolni öntözés területén. A cél az, hogy Szabolcs megye is felzárkózzon az öntözött területek tekintetében. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint is növelni kell az öntözött területek nagyságát, hiszen amíg 40 évvel ezelőtt még 2-300 ezer hektárt öntöztünk Magyarországon, addig az utóbbi évtizedekben már 100 ezer hektárt sem, tette hozzá Rácz Imre.